Isten hozta önöket. Ha a mai adást jellemezhetném, akkor azt kell mondjam, az első részben szociológia és politika, a második részben pedig kultúra lesz, ami a tartalmat illeti. Első vendégem Répás József lesz, a Kiskunlac háza polgármestere. Természetesen az ottani helyzetről és a cigánykérdésről fogunk beszélgetni, illetve ugyanezzel kapcsolatosan egy szociológust is vendégül látok, majd Mikócki Ádámot, aki a pozitív diszkrimináció tarthatatlanságáról fog beszélni. A második részben Raffay Ernő professzor úr lesz az első vendégem, új történelmi magazinokról beszélgetünk majd, illetve a jazz és a rap keveredéséről is beszélünk majd, itt lesz Kőházi Fankadeli Feri és Mór Barnadett énekesnő is. A kiskunlacházai eseményeket szinte mindenki ismeri az országban. Azt viszont már kevesen tudják, hogy a polgármester urat, aki most a vendégem, Répás József kiskunlacháza polgármestere, hát a baloldali média most már szép lassan egyfajta ellenségként kezdi beállítani, bár mindenféle titulusokat olvastam. Hát nincs könnyű helyzetben. Először is beszéljünk a városról, vagy faluról, bocsánat. Hát Nagyközség. Nagyközség. Tehát a Nagyközség támogatja, ott állnak el mögött. Mi az érzése? A múlt héten megtartott rendkívül lakossági fórum egyértelművé vált, hogy a település egészen amellett a politika mellett elkötelezett, amit meghirdettünk, vagyis az, hogy rendet szeretnénk tenni Kiskunlacházán, és minden törvényes és egyéb eszközt szeretnénk megragadni annak érdekében, hogy a közbiztonság a településünkön helyreálljon. Tehát mondhatom azt, hogy teljes egészében a település egymással összefogva ezen van dolgozik. Mert nyilván ön is olvasta azokat a, hát inkább így mondom, hogy vádakat, hogy az a viselkedés, amit ön tanúsít, hát most a baloldali médiát idézem, önbíráskodáshoz vezet. Hát én úgy gondolom, hogy éppen az ellenkezője, amit én képviselek és amiről én beszélek, az éppen azt a célt szolgálni, hogy megakadályozzuk az önbíráskodást. Hiszen önbíráskodás akkor van, amikor az állampolgárok nem érzik magukat biztonságban, és nem látnak olyan erőt, aki a biztonságot tudná garantálni, akkor törvényszerű, hogy előbb-utóbb ki fog alakulni az, hogy akkor megvédem önmagam. Amiről én beszélek, az éppen az, hogy szükség van egy erős államra, egy erős rendőrségre és egy olyan jogosítványokra, amely révén egy település közbiztonsága egyértelműen garantálható. Érik-e önt fenyegetések? Volt-e rá precedens? Mostanában nem volt. Én úgy gondolom, hogy elég nagy média nyilvánosságot kapott az, amit én képviseltem, és bizonyos értelemben a média így, média nyilvánosság így véd. Nem fenyegetést kapok, hanem amit ön is említette, a különböző hát baliberális oldalról azokkal támadások, amelyeknek igazából semmilyen alapja nincs. Jó, nézzük azt, amit a kívülálló lát, vagy gondol. Amikor az első esemény volt, tehát Horák Nóri meggyilkolása, a rákövetkező héten nekem telefonált valaki a Kibeszélő című műsorba, és szabályszerűen beolvasta az úgynevezett gyilkosok nevét. És azt se tudtam, hogy hogy viselkedjek ebben a helyzetben, tehát rögtön hozzá kellett tegyem, hogy hát nyilvánvalóan ez az ő véleménye, meg tegyük hozzá, hogy ezt beszélik, mert hát azért a személyiségi jogok, és a többi, és a többi. Na most egy ilyen nagyközség esetében a közösség sokszor többet tud, mint a rendőrség, vagy mint amit a rendőrség bizonyítani tud. Tehát a kívülálló szemével bizony elképzelhetetlen, hogy most már ennyi idő elteltével sem lehet megtalálni Nóri gyilkosait. Mit szól ehhez ön? Hát igen, tény, hogy sajnos semmilyen konkrét információ én sem rendelkezem a tekintetben, hogy ki vagy kik lehettek az elkövetők. Tehát a rendőrség mindeddig olyan információt nem mutatott a birtokon, nem hozott nyilvánosság, illetve nekem sem mondtak, ami alapján feltételezhető lenne az elkövető személye. Érdekes az egész szituáció, ami Magyarországon az elmúlt néhány hónapban lezajlott, és a bizonyos összefüggések is talán felsejlenek, vagy felsejhetnek, hogy érdekes, amikor egy bizonyítottan cigányok által elkövetett bűncselekmény történik, például a Veszprém, akkor utána nagyon sokkal következik egy másik, amelyeket cigányok ellen követnek el. Most legutolsó, ami Kiskunlacházán volt, amikor a 12-es kislányt megtámadták, akkor rá egy-két hétre megint történt egy a cigányok elleni bűncselekmény, ami sok kérdést, illetve furcsaságot felvet. Én nem akarok semmiféle összeesküvés elméletre gondolni, de
Nagyon érdekes ez a teória. Még egyik oldalon bizonyítottak, akik az elkövetők, a másik oldalon nem, de rögtön jön ez a rasszista, fasiszta, szélsőséges indíték, ami nekem azért rossz és felháborít fel, amikor a pécsi eset, amelynek kapcsán szintén itt mindenki rasszista szándékot kiabált, a különböző jogvédők, a Mátyi Viktoriától kezdődően Kolompár Orbánig, és akkor kiderült, hogy cigány elkövetők voltak, egy korábban mellé döngető jogvédő vagy cigány vezető sem állt ki a közösséggel, hogy bocsánatot kérek, tévedtünk, felelőtlen kijelentés volt részünk, a rasszista jelző, nem tették meg. Na most Lacáz esetre vonatkoztatva, tény, hogy a településen is az, hogy egyre inkább távolodunk az eseménytől, a lakosságrész és különböző hírek, információk látnak napvilágot, vagy keletkeznek különböző elképzelések, amely nem jó senkinek, sem a bűnöldöző szerveknek, sem a településnek, sem a szülőknek. Na most, ugye nem csak Magyarországon, hanem mindenhol úgy van az, hogyha mondjuk egy kormány nem tud elég teljesítményt felmutatni, vagy tehetségtelenségből, vagy hazaárulásból, mint például ugye Magyarországon, akkor érdekel, hogy fenntartson egyfajta társadalmi feszültséget, mert akkor tud riogatni. Az egyik az ilyen magyarországi cigány kérdés is. Tehát na most a rendőrség pedig a kormány végrehajtó szerve. Ebből logikusan következik, hogy a rendőrségnek is az a feladata, hogy ezt a feszültséget fönntartsa. A feszültséget csak úgy tudja fönntartani, hogyha azokban az esetekben, amikor nyilvánvalóan cigány az elkövető, cigány származású az elkövető, nem találja meg őket. A másik esetben meg nem tudja megtalálni, hogyha igaz az összeesküvés elmélet, mert hát ott ki tudja, hogy ki az elkövető, nem is érdekük, hogy megtalálják, mert így marad fönn a feszültség. Tehát ebből logikusan következik, hogy a rendőrség, és elnézést kérek minden olyan rendőrtől, aki megpróbálja a munkáját normál hétköznapi értelemben is erkölcsösen ellátni, szóval a rendőrség nem fogja megtalálni sem a kiskullacázai tetteseket, sem a többit. Mi a helyi tapasztalat? Hát én is azt érzékelem, hogy én is említette, hogy a rendőrség, mint a mindenkori kormányok egyik végrehajtó tevékenységének egyik eszköz az tény, hogy közvetlenül vagy közvetett módon, de a kormány akaratát valósítja meg, látja el. Törvényszerű, hiszen tulajdonképpen az országos főkapitány személyétől kezdődően a különböző beosztásokig azért a kormány a kinevezések révén, egyéb révén tudja ezt befolyásolni és irányítani. Meggyőződésem, hogy a magyar rendőrség, hogyha egy valóban egy rendpárti, erős kormány jönne létre Magyarországon, akkor maximálisan képes lenne a feladatát ellátni. Én is azt tapasztalom több rendőrrel beszélgetve, hogy tudnák ők, mik a feladatuk. Meg is tudnák csinálni, is tudnák látni. Egy olyan nyomás van rajtuk, és az elmúlt hetek például is jól bizonyítják, amely szinte ellehetetlenít a rendőri munkát, tehát a budaörsi esetben mutatja, hogy mikor elsodor egy rendőrt és a rendőr intézkedik, akkor még a rendőrnek kell magyarázkodni, hogy agyrém, nem tudom melyik országból élünk. Hát a liberális jogvédő gyakran példáloznak az Egyesült Államokkal, hát az Egyesült Államokban ilyet meg nem mernének csinálni, rögtön lelövik az ilyen elkövetőt, és akkor nem a rendőr magyarázkodik, hanem természetesnek veszik az intézkedést. Tehát óriási értékrend felborulás van. Tény, hogy vannak bizonyos körök, akiknek érdekük, hogy az a belső feszültség fennmaradjon, mert ebből nagyon jól lehet táplálkozni, politikai tőkét csinálni, és a cigányvezetők egy része ez partner. Hát sajnos nem csak a cigányvezetők egy része. És mi a konkrét esetben a példa? Hát nyilván ön beszél a helyi rendőrkapitánnyal, vagy a ráckevei rendőrkapitánnyal, ugye azt mondta, tartozik az ügy. Ő hogy áll a kérdéshez? Hát a ráckai rendőrkapitány csak pozitív véleményt tudok mondani, tehát ők mindent megtesznek mindazon keretek között, amely részükre biztosítva van. A novemberi gyilkosság az egyértelműen a Pest megyei rendőrkapitányság hatáskörét, tehát teljesen átvették, automatikusan kivették a ráckai rendőrkapitányság kezéből. A mostani esetben is megpróbálnak mindent, megtesznek mindent, hogy... Megmondom, mit nem értek. Itt van három srác, akit bevittek a rendőrök, ugye? Hát milyen kihallgató tiszta az, aki három sázból nem tudja a többiek nevét kiszedni? Hát ez érdekes követés. Nem tudok erre mit mondani önnek. Értem a kérdés lényegét és súlyát. Valóban ez felvetődik, hogy miért nem tudják kiszedni. Mert hogy arról van szó, kedves nézőknek elmondom, hogy hárman megvannak, és a másik ötöt nem találják, mert nem tudják, hogy ki az. Hát laikusként ezt elég nehéz elképzelni. Igen, hát azért...